gépben. Start, elindult a verseny, picit gyengén indult Aula, a régen látott Aula, Movito pedig gyengén kapott lábra, így aztán Aula már őt utolérte az összességében, a többiek, a másik 10 ló nagyon jó startot vett, helyből ott van, jó pozícióban Scheherezade, Scheherezade mellett pedig Milky Way színei tűnnek föl, és Lucer kezdett még nagyon gyorsan, amikor a lovak elérték az ügető átjárót, a helyből gyors Donna Prima, ezúttal is ott van a vezető lovak mögött, nagyon szoros negyedik helyen, míg az üldözőket Prána vezeti Jaroszláv Línekkel. 1100 méter van még hátra a versenyből, és nincsen változás az élen. Négy ló fejfej galopozik, benne a falon Lucer. Lucer az első mellette, Scheherezade, Lucer, Scheherezade, Milky Way és Donna Prima. Donna Prima a negyedik spúrban, sokat fog majd menni külfül, ennek ellenére átveheti a vezetést. Elindult szépen Prána Linekkel a vezető lovak mögött, a fáradó Scheherezade mellett, és Sasjók is megkezdi a zárkózást, amikor a lovak lassacskán befordulnak a befutó egyenesre. Szinte bárki megnyerheti ezt a versenyt, Swing is időközben megjelent, valamint csata. Lucer visszaesőben van, Sasjók teljesen kívül fog támadni, és Scheherezade is nagyon kívül van most már. Jön az utolsó 300 méter, Donna Prima rövidebb távon sokkal jobban fut, Swing benne a falon, fárad most már Milky Way, és elindult csatadal. Csatadal, Swing, ez az első két ló sorrendje, Prána talán még kívül fölérhet a dobogóra, Swing szívosan védekezik, mert csatadal támadja, Swing vagy csatadal, csatadal gyorsít, Swing védekezik, Swing elől van, Swing újít, és Swing meg fogja nyerni a versenyt. Swing győz a második mögötte csatadal, a vezető kettős nagyon elment a végén. Swing megnyeri a versenyt, Decken. Nagyon magabiztos volt Decken András, én azt gondoltam, hogy csatadal komolyabb veszélyt jelent rá az utolsó 100 méteren, ő érezte, hogy nem fogják megverni. És Prána, ugye, aki följött a végén. Akire azért lehetett számolni, vagy akivel lehetett számolni. Hát abszolút, és a többiekkel abszolút is lehetett, jönnek. Az, hogy handicapben ennyire jöjjenek a favoritok, azért az nem akármilyen teljesítmény. Ugye látjuk, hogy Swing, Prána, csatadal, ők voltak favorizált lovak a turfnál. És azt is látnunk kell, hogy Donna Primának ez a rövidebb táv a jó táv. Tehát amikor 2000 méteren kalandozik, táv ellen fut. Kalandozás szó szerint. 1006 is sok neki. 1004, 1002, megkockáztatom, 1002 is jó. Prána, ahol kikeveredett Línek, hát nyilván nem hiszem, hogy önszántából jön ő ott kívül. Mert hogy húzott neki ki valamikor a ló. Általában Prána mindig kívül jön. Lehet, hogy persze nem ennyire kívül, de emlékezhetünk, amikor győzött, akkor is kívül takart le mindenkit. Figyelem, a tizedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 8-as, 9-es, 10-es. Ismétlem, 8-as, 9-es, 10-es. 8-as, 9-es, 10-es, Swing, csatadal és Prána. Ez a befutási sorrend egyelőre nem hivatalosan.